Hello and welcome to you all. Welcome, especially since. Üdvözlöm Önöket, különösen annak fényében, hogy a davoszi csúcsa végéhez közeledik, már mindenki a vacsorára és az azt követő fogadásokra készülődik. Önök mégis itt vannak velem, hogy részt vegyenek egy rendkívül fontos beszélgetésben. Egy olyan világban, ahol növekszik a geopolitikai feszültség, ahol a többoldalúságot, mintha az út szélén hagyták volna. Úgy tűnik, Európának nincs önmeghatározása. Nem lényeges tényező globális szinten. Erről beszélt az Európai Bizottság elnöke itt Davosban, amikor azt mondta, hogy Európa vezető szerepre törekszik. Arról is beszélt, hogy van egy geopolitikai bizottság. Sok szó, de úgy tűnik senki sem tudja igazán, mit jelent. Ön? Remélem, igen. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt 5 év nehéz volt. A világ megváltozott, amint ahogyan azt ön is megjegyezte az imént. A többoldalúság támadás alatt áll. Látjuk a szabályok, az alapelvek és a megállapodások iránti elkötelezettség csökkenését, és az Európai Unió valamilyen módon kimaradt ezekből a folyamatokból. Az egyik ok az, hogy valahogy mindig reagálnunk kellett olyan eseményekre, amelyekre nem voltunk felkészülve. A migrációs hullám 2015-ben, a Brexit 2016-ban, Donald Trump és egy új politikai stílus berobbanása 2017-ben. Ezek hatalmas változások, és Európa valóban küzdött a hatékony megoldások megtalálásáért, de nem volt megfelelő válasza. Most az új bizottság és az új intézmények indulásával mindenki megérti, hogy ez nem folytatódhat így, mert jelentéktelenné válunk. Ezért is hívják a bizottságot geopolitikai bizottságnak, és megértjük, hogy pozitív értelemben határozottabbnak kell lennünk. Hiszem, hogy ez jó a világ számára, mert Európa az a játékos, aki tiszteletben tartja az elkötelezettséget, a szabályok szerint játszik, aki hisz a szerződésekben és a megállapodásokban, és gondolkodik a jövőről. Szeretném felvetni, amit Miroslav mondott az imént, hogy Európa a szabályok szerint játszik. Segíti-e vagy akadályozza-e az Európát, amikor megpróbál versenyképesebbé válni? Nos, mindenek előtt hadd szögezzem le, hogy egyetértek önnel abban, hogy itt Davosban láttam katasztrofális dolgokat és szemléletmódot is. Azt akarom mondani, hogy abban nincs vita közöttünk, hogy Európa továbbra is jó hely, ahol jó élni és jó dolgozni. Az egyenlőtlenség alacsonyabb, mint a világ más részein. A szociális jólét továbbra is megfelelő. Természetesen még vannak problémáink, de szeretném aláhúzni, hogy ne felejtsük el, Európa még mindig egy olyan hely, ahol jó lenni. De ha például a GDP növekedést nézzük, az lehetne jobb is. Az eurozónában 1,2%, 1,3%, talán 2021-ben lesz 1,4%. Ennek a kétszeresével büszkélkedik. Tehát az Egyesült Államok. Ha már az Egyesült Államok szóba került, mert Emma megemlítette, az USA egy kiszámíthatatlan partner, de lehet, hogy ennek van pozitív hozadéka is, mert teremtett egy közös célt Európa számára, és rávilágított arra, hogy végre Európának a saját lábára kell állnia. Úgy vélem, Európa nagyon jó a túlélésben. Már sokszor előfordult, hogy azt gondoltuk, ez vagy az lesz az unió vége. Az eurónak, mint közös fizetőeszköznek is már olyan sokszor megjósoltuk a halálát. De aztán történt valami, és még sikeresebbek lettünk. Ami valójában történt, az szerintem az, hogy jól reagáltunk ezekre a fenyegetésekre. Túléltük a féléves elnökségünket, és most már a távolból tekintetek vissza az ügyekre, amiket meg kellett oldanunk. Az első természetesen a Brexit volt. Amit a Brexit valójában kiváltott, az erős támogatás volt még az én hazámban is. Még azok is, akik korábban hezitáltak, most látták, hogy milyen nehéz kilépni, milyen sok egyességre, új megállapodásra van szükség ahhoz, hogy valaki elhagyja az uniót. Tehát jobb bent maradni. De természetesen, ami az Atlanti-óceánon túli kapcsolatokban történt, na az nem megnyugtató. Ez a védelemről szól. Van egy olyan érzésem, hogy már elveszítettük azt a generációt, akiknek még voltak emlékeik a második világháborúról, vagy a háború utáni időszakról. És most egy teljesen más helyzet alakult ki az Egyesült Államokkal, amiben arról kell győzködnünk az Egyesült Államokat, hogy miért fontos az együttműködés Európával, hogy miért van szükségünk egymásra, és így tovább. Ez most a feladat.
Kétségtelenül, de itt van Bill Burns, aki több mint 30 éve dolgozik diplomataként, így vissza tud tekinteni arra, hogy miként változott Amerika viszonya a szövetségeseivel ezekben az évtizedekben. Nos, ha az EU-s a kapcsolatot vizsgáljuk, tudván, amit tudunk ma, hogy különösen kiszámíthatatlanok a viszonyok, mit gondol, mi fog történni 2020-ban? Először is hadd mondjam el, hogy megtiszteltetés számomra, hogy kóbor amerikaiként itt lehetek az európai színpadon. Én hiszek abban, hogy az Egyesült Államok és Európa is hajlandó és képes is határozottabb nemzetközi szerepet játszani. Azt gondolom, hogy ez egy eszköz, nem fenyegetés. Furcsának tűnhet ezt egy amerikai szájából hallani, de szerintem a valóság, amiről itt már a kollégáim is beszéltek, hogy egy teljesen más nemzetközi légkörben kell most dolgoznunk. Sokkal versengőbb és bonyolultabb a nemzetközi terep, és úgy hiszem, hogy a felszínen az amerikai-európai partnerség valójában ugyanolyan fontos, mint eddig. Nem divatos mostanában ilyet mondani Washingtonban, ahol sokkal rémesebb a hozzáállás a szövetségesekhez. Az Atlanti-óceán mindkét partján a belföldi kormányzásnak hatalmas kihívásokkal kell szembenéznie. A diszfunkciók és a polarizáció még nehezebbé teszik ezeket a döntéseket. Az Egyesült Államokban Donald Trump megváltoztatta az amerikaiak hozzáállását. Elhitette, hogy korábban túl sok helyen voltunk jelen a világban, és most fókuszáljunk inkább a belföldi fejlődésre és modernizációra. Ezt önök nálam sokkal jobban tudják, de ez történik Európában is. Tehát nem könnyű feladat legyőzni ezt a befelé mutató tendenciát az Atlanti-óceán mindkét oldalán. De azt hiszem, hogy döntő fontosságú lesz, amikor majd azokat a hatalmas átalakulásokat kell kezelnünk, amikről itt Davosban beszélünk. Rendben, akkor vegyünk most egy éles kanyart, és beszéljünk a kereskedelemről. Most úgy érezhető, mintha egy kicsit pozitívabb lenne a hangulat Donald Trump és Ursula von der Leyen között. Lehet ez a kereskedelmi kapcsolat javulásának az előszele? Vagy az EU beszorul az USA és Kína közti feszültségek közé hangtalanul? Ki vállalkozna a válaszadásra, talán Emma? Itt is emlékeztetni kell magunkat, hogy Európa mindig is ott volt és erősen hitt a többoldalú multilaterális rendszerben. Ez nagyon fontos. Ursula von der Leyen ezt világosan megfogalmazta. Mi továbbra is hiszünk a multilaterális rendszerben, hiszünk a WTO-ban, amit ugyan meg kell újítani, mert most nem működik, de hiszünk benne. 40 szabadkereskedelmi megállapodást írt alá 70 ország. Úgy vélem, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások szempontjából Európa továbbra is egy fontos szereplő. És az is fontos, hogy a bizottság elkötelezett abban, hogy ez így is maradjon. Azt hiszem, ha az Egyesült Államok és Európa retorikáját nézzük, az nagyon különbözik a multilaterális intézményekre, vagy a többoldalúságra vonatkozóan. És Európa természetesen az egyik erős pillér a többoldalú megállapodásokért folytatott küzdelemben. Én hiszek abban, hogy a kisebb országok számára, mint például Finnország, ezek a szabad kereskedelmi alapelvek nagyon fontosak. És csak egy apró megjegyzés. Mi Észak-Európából jövünk, és számunkra rendkívüli jelentőséggel bír az, hogy mi történik. A sarkvidéken. Általában a környezetvédelemről beszélünk, de biztonsági szempontból is sok minden történik most. Itt van az Egy övezet, egy út nevű kezdeményezés. Az Egyesült Államok nagyon alaposan megvizsgálja azt is, hogy mit csinál Kína. Ez pedig minket tesz kettőjük közé. Természetesen a legrosszabb kimenete az lenne, ha választanunk kellene a kettő között. Ez kényelmetlen helyzet lenne Európa számára. Virágoznia kellene mindkettő együttműködésnek. Az Egyesült Államokkal és Kínával is. Vagy-vagynak kell lennie? Nem biztos, hogy így kell lennie, de amikor a kereskedelemről beszélünk, akkor az a terület, ahol Európa globálisan releváns. Önbizalommal telt és szükség esetén magabiztos. És ez tisztán látszik az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokon. Tehát olyan tényező vagyunk, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Azt is nyilvánvalóvá tettük, hogy ha elindulunk a tarifák vagy korlátozó intézkedések útján, akkor Európa tarsolyában is van pár meglepetés, amivel elő tud állni. Természetesen nem ez a cél, de világossá tettük, hogy nem fogunk ölbetett kézzel várakozni. Itt van Kína, egy másik olyan tényező, amit Európa teljes mértékben megért, hogy a közeljövő globális fejlődését az Egyesült Államok és Kína közötti verseny fogja dominálni. Nem akarunk ennek a csatának a harcterévé válni.
globális érdekeink védelme érdekében külön állásponttal kell rendelkeznünk, és ez különbözik az Egyesült Államok álláspontjától, mivel számunkra Kína egyrészt kihívás, másrészt a lehetőségek földje is. Az sem véletlen, hogy az Európai Unió ebben az évben két csúcstalálkozót tart Kínával. A Kínával kapcsolatos stratégiánkat pedig már múlt évben elfogadtuk. Ez lehet akár a túlélésünk kulcsa is. Geopolitikai szereplőként arra kell gondolnunk, hogy helyes vágányra állítsuk a kínai politikánkat, és ezt tegyük világossá minden partnerünk számára. De mint ahogyan arról beszéltünk, az EU potenciálisan az USA ütköző zónájában van. Ez már önmagában egy vita alap. Ha passzívak vagyunk, csendben maradunk, akkor haszontalannak tűnhetünk, vagy kénytelenek leszünk betartani az USA-Kínára vonatkozó politikáit. De ahogyan mondtam, az USA-Kína politikája és az EU-Kína politikája nem ugyanaz. És mennyire határozza meg az Egyesült Államok az EU globális stratégiai szerepét? A technológiában? Technológiában, de geopolitikában is, mert úgy tűnik, hogy az USA, mint partner nélkül, az EU-nak újra meg kell határoznia mindent, a technológiától a geopolitikáig. Én azzal vitatkoznék, hogy ez egy kétirányú utca-e. És ahogyan korábban is említettem, a transatlanti kapcsolatokban szükség van egy új alkura. Nem lesz azonos azzal a világgal, amelyet a hidegháború alatt ismertünk, vagy a hidegháború utáni negyed évszázaddal. Új egyensúlynak kell lenni a kapcsolatokban, amiben az európaiak úgyis, mint NATO tagok, de úgyis, mint egységes Európai Unió szerepelnek, és hajlandóak több kockázatot, több felelősséget, több kezdeményezést vállalni. Az Egyesült Államok kész arra, hogy üdvözölje ezt. Úgy gondolom, hogy ez a recept a transatlanti közösségeket összekötő, széles körben megfogalmazott siker számára, ha ezeket az új kihívásokat az éghajlattól a technológián át a geopolitikai versenyig nézzük. Az Egyesült Államok új kormányának stílusa sok vitát váltott ki az Egyesült Államok és Európa között, amihez mi Európában nem vagyunk hozzászokva. Ami jó ebben, vagy pozitívan hatott, hogy Európa ráébredt, hogy sokkal függetlenebbnek és önállóbbnak kell lennie. Éveken át éltünk kényelmesen követve az Egyesült Államokat, mert megegyeztek az értékeink és céljaink. Most lehet, hogy azonosan értékeljük például Irán helyzetét, de a probléma kezelésének módjában már különbözünk. Tehát tanulunk kiállni magunkért. Megtanulni kiállni magunkért. De mi a helyzet az önállósággal, ha mondjuk a védelmi erőkről beszélünk? Ursula von der Leyen pont itt hangsúlyozta, hogy Európának fejleszteni kell a védelmi erejét. Ez egyszerűen nem tűnik reálisnak. Lehet Európából ebben a kérdésben nagy hatalom? Az az igazság, hogy mostanáig nem igazán történt semmi, eddig ez csak egy ambíció. Határozott és tiszta véleményem van erről. Az egyetlen védelmünk a NATO. Nem szabad megpróbálnunk párhuzamos struktúrát felépíteni. Nem lesz két védelmi költségvetés, két állomány, és így tovább. De jobban megerősíthetjük az európai pillért a NATO védőernyője alatt. Meg tudom érteni amerikai barátainkat, amikor idegesek lesznek, ha merész kijelentéseket olvasnak, például a védelmi autonómiáról. Ettől még az európaiak is idegesek lesznek. Igen, mert ez nem szerepel a napirenden. Nincs tartalom a kijelentés mögött. Párbeszéd folyik arról, hogyan lehetnénk összetartóbbak, koherensebbek, de ez nem jelenti azt, hogy lenne európai hadsereg, mert nem lesz ilyen. Ha megengedik, szeretnék témát váltani, mert nagyon gyorsan fogy az időnk. Beszéljünk mondjuk a klímaváltozásról. Úgy érződik, mintha lenne itt egy kis fénysugár a sötét fellegek között. És itt Európa megragadhatja a vezető szerepet egy 1 billió eurós beruházási tervvel. Üzleti szempontból ön például, Emma, mit gondol, ez egy reális vállalás? Mit gondol ön egy 1 billió eurós befektetésről? Szerintem ezt már megértették a vállalatok is. Vannak iparágak, amelyek jobban ki vannak téve, és olyan iparágak, amelyek kevésbé vannak kitéve ennek. Véleményem szerint pragmatikus megközelítésre van szükség.
Széndioxid árakra van szükségünk. Ennek azonban globális széndioxid árnak kell lennie. És itt visszakanyarodunk a korábbi témánkhoz, Európa geopolitikai szerepéhez. Úgy gondolom, hogy Európának ki kell használni a képességét szabadkereskedelmi megállapodás megkötésében, vagy a világ más részeivel folytatott kereskedelemben, és fel kell állítania a szabályokat. Ebben világosnak és határozottnak kell lennünk. Európa képviseli a globális kibocsátás 9%-át. Innen indulunk, és a cél a nulla. Igen ám, de mi kevesek vagyunk. Elérhetjük a zéró kibocsátást, de ha a világ többi része nem jön velünk, akkor elveszítjük ezt a csatát. Mindent el kell követnünk, például a klímadiplomácia színpadán. Lehet az az új irányzat az Európai Unióban, ha valóban előmozdítja ezt a szén semlegességet, átveheti a vezető szerepet? Ez visszahozhatja a versenyképességet az európai piacra? Nos, azt hiszem, hogy ez jó. Új iparágakat és új lehetőségeket hozhat nekünk. Én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy globális széndioxid adót, globális széndioxid árat és globális adót kell fizetnünk, például a repülésekre és így tovább. El kell indulni valahonnan. Gyakran hallom, hogy kezdjük globális szinten, de ez nem így működik. Mindig Kaliforniát használom példaként, ha az autók káros anyag kibocsátásáról beszélünk. Egyetlen állam saját törvényi előírásaival indított el a komplett gépjárműiparban bekövetkezett változásokat. A Toyota gyorsan tudott reagálni, míg az Európai Unió lassú volt. Egy terület is idézhet elő változást. Ezért gondolom, hogy Európának meg kellene tennie, és megteheti ezt a reális lépést a 2050-es éghajlat semlegesség felé, amivel sok szempontból támogathatja az európai ipart. Egy kevéske idő még maradt, egy-egy perc mindenkire. Szeretnék, ha búcsúzóul itt hagynának egy ötletet. Nézzük meg az önök különböző életkörülményeit, munkahelyeket, az embereket, akiket megismertek. Hogyan adhatnánk vissza Európa hangját, hogy ismét erős és hangos legyen a klímaváltozási, kereskedelmi és geopolitikai kérdésekben? Önnel kezdenénk, Bill. Hiszem, hogy csökkenni fog a különbség az ambíció és a megvalósítás között. Fontos a párbeszéd, és az, hogy önállósággal egy sokkal határozottabb európai szerepet teremtsünk. De egyelőre még hatalmas a szakadék a retorika és a nehéz döntések meghozatala között. Legyen az a klímaváltozás, gazdasági versenyképesség, vagy a védelem megszervezése. Pekka, csökkenteni a különbséget ambíció és megvalósítás között, ez része Európa problémájának? Természetesen része a problémánknak, de hozzátenném, hogy milyen fontosak voltak a társadalmi mozgalmak és a polgári mozgalmak ezekben a témákban. Sokat beszélhetünk arról, hogy ez időbe telik, meg nagyon nehéz lesz, és így tovább. De amikor 1000 fiatal áll a parlament előtt minden pénteken, és át kell menned ezen a tömegen, hogy eljuss az ülésre, és miközben araszolsz közöttük, valaki megfogja a karod, és azt kérdezi, mit csinálsz ma az éghajlatváltozás megelőzése érdekében? És amikor én visszakérdeztem, hogy mit szólnak ehhez a tanáraitok, hogy iskola helyett itt vagytok, lehet, hogy kezdetben azt mondták a pedagógusok, hogy nem, nem gyerekek, nektek iskolában a helyetek. De a színfalak mögött azt mondják, hogy milyen jó, hogy a fiatalok ismét aktívak. És igen, van egy generáció, amelyik kézbe vette az ügyet. Ez a valóság. Ez egy társadalmi mozgalom kontinensünk országaiban, de más kontinenseken is. És ezek az emberek nagy változást hoznak a társadalmunkban. Kellő figyelmet kap az ifjúság Európa jövőjével kapcsolatban? A bizottság víziója, hogy megvalósítsa az európai zöld megállapodást, nagyon fontos. A vízió fontos. Ez egy módja annak is, hogy velünk legyen a fiatal nemzedék a maga optimizmusával. Teljes mértékben egyetértek Ursula von der Leyen utolsó mondataival, amikor azt mondta, vinni, vinni, vinni. Abszolút. Vinni. Igen, mert úgy gondolom, hogy Európában a legfontosabb, hogy egységes legyen. Mert Európa akkor a legbefolyásosabb, legerősebb, amikor egységben cselekszik, amikor a világ többi részét inspirálja. Hiszem, hogy a klímaszemlélet, a klímapolitika jó kezdet ehhez.
Tehát úgy tűnik, hogy legalább ebben egyetértés született ma. Európának egységben kell fellépnie, egységben kell cselekednie. Nagyon köszönöm, hogy csatlakoztak hozzánk, hogy beszélgettek velünk. Köszönöm mindenkinek, hogy részt vett ebben a vitában.